Ma a mai sztárok, akik ma ott csillognak, és nagyon sokan ismerik őket, ezt bátran kimerem jelenteni, hogy nincs meg az a fajta szeretetteli kapocs a mai néző és a sztár között, mint annak idején közöttünk kialakulhatott, hogy minket tényleg családtagnak. Tehát ha megjelent Eszter, vagy Marika, vagy Júli, Júlikám, hát itt ma te vagy. Tehát így beszéltek hozzánk. Olvastuk a próbán össze a szöveget. Egyszer csak a Cili azt mondja, hogy elég vagyok veletek már. Kiborult. Mondtam az íróknak, onnantól kezdve, minden második oldalon ott kell legyen az eddig vagyok. És ha nem volt, visszaadtam a forgatókönyvet. És akkor egyszer csak jön az Antal pizsamában, hogy hát akkor így úgy, akkor kezdjük. És én egyszerűen megdöbbentem, és mondtam neki, hogy szerinted hiteles az, hogyha egy ország tudja, hogy 2 vagy 3 nappal ezelőtt egy komoly műtéten átmész, akkor a kórházban ingve nyakkendőbe interjút adni. Hát az hiteltelen, akkor az vagy csak egy kapirgálás volt, vállaljuk a kórházi körülményeket. És akkor ott volt, aki ezt furta, volt, akinek tetszett, és akkor a végén az Antal azzal a feltétellel ment bele, hogy de tiszta pizsamát vesz fel. Új beszélgetések minden kedden és pénteken a Spektrum YouTube csatornáján.